Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás, gyertya mágiával, és ez a témához jól passzol a piros színű gyertya, hiszen szimbolizálja a szerelmet. Itt arról van szó lényegében, hogy ő visszatér-e hozzád, hogyan alakulnak a dolgok, és ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, akár egy nő vagy, akár egy férfi, mindegy, és szemben van az ő kártyája. A te jelenlegi helyzeted itt látható. Ez az özvegy nő, és ez az özvegy férfi jelenti a szomorúságot, a magány, te is egyedül érzed magad, ő is egyedül érzi magát, és itt megjelenik a halál, aminek szimbolikus jelentése van, mégpedig lezárja ezt a szomorúságot. És akkor lesz változás, itt ez az utazás természetesen jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is, de szimbolizálja a változásokat, és itt lesz egy fontos hír, vagy egy szerződés. Itt vannak pénzügyi dolgok is, itt előre mennek a dolgok, lesz nyeremény, amit ez a pénz még szimbolikusan jelenthet, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, itt vannak a változások, a kapcsolatok, egy jó hír. Itt látható a szerencsétlenség és a hamisság, de szerencsére itt középen megjelenik a veszteség, és eltávolítja ezeket a kártyákat. Az lehet, hogy a múltban volt ez a hamisság, vagy volt ez a szerencsétlenség, de jelenleg változik a helyzet, itt az utazás jelenti a változásokat, és a veszteség kártyája eltávolítja ezeket a dolgokat, eltávolítja ezt a helyzetet. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy te szomorú vagy, nem hiszel abban, hogy ő visszatér hozzád, nincs meg a bizalom, hogy szerencséd lesz a párkapcsolatot illetően, és úgy érzed, te elveszítetted őt, és úgy érzed, a halál kártyája lezárta ezt a párkapcsolatot. Érzed itt a környezetben a hamisságot, és úgy gondolod, itt lesz egy szerencsétlenség, de változtass a gondolataidon. És bízz abban, hogy itt lesz nyeremény, ő visszatér hozzád, itt van a hír, és ez az utazás jelenti azt, hogy ő útban van hozzád. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt a lelkész, az jelenti azt, hogy van köztetek ilyen lelki kapcsolat. Azt is jelentheti, hogy ő esküszik valamire, és megbízhatsz benne. Itt megvannak a vágyak, az elképzelések az ő részéről is, és a te részedről is, és a ház az jelentheti a te otthonodat, vagy az övét, vagy egy közös otthont, ez lehet egy látogatás is. Itt megjelenik ez a szerelmes férfi és a szerelem, itt van a hűség, lesz egy találkozás, de valaki figyelget benneteket a háttérből, valaki féltékeny vagy irigy, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak, mint mindig, szimbolikus jelentése is van. És mivel itt valaki figyelget benneteket, ez a helyzet betegíti őt is, betegít téged is, és itt a bíró jelenti azt, hogy minden olyan igazságtalan jelen pillanatban, hiszen ez a személy a háttérből megpróbálja befolyásolni az eseményeket. És most megnézzük ennek a kőnek az üzenetét a tengerből, és én elmondom azt, hogy mit látok én, és ha te ezt megtekinted, ezt a követ,
akkor írd le kérlek a kommentárba, hogy mi jut eszedbe ez által. Én úgy látom, mintha itt lenne egy személy, aki ül a fotelban. Ez jelenteti az ő tartását is, hogy üldögél, nem tesz semmit, és arra vár, hogy te jelentkezz nálam. Ez a jobb oldal. Ő előre tekint, de nem tesz semmit. Itt bal oldalon ez olyan, mint egy arc, és ez az arc visszafele tekint a múltba. Lehet, hogy itt vannak emlékek, vagy nem tud még lezárni valamit a múltból, de előre is tekint, viszont elvárja azt, hogy te intézd a dolgokat. Ő kicsit kényelmes ebben a fotelben. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Ebben a pillanatban látsz egy képet, vagy eszedbe jut egy szó, ennek van jelentősége. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És most küldöm a piros gyertya energiáját, ami kihat a szerelemre. Hogy jól forduljanak a dolgok, hogy szerencséd legyen a párkapcsolatot illetően. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende Rá!